Csapatkapitány, akit itt láthatunk, Ambrose, szintén friss erő. Négóhoz azt lehet lőni, akár Dárdai, amely ebben a szezonban új meg. Ez egy nagyon jó kiugratás, figyelni kell Sabanovnak. És jöttek Moldovából is páran. Ezt most nem fújta le a játékvezető, és ebből támadást vezethet a Petrokub. Fiolára vezetik rá a labdát, Kozsokárút középen. Egy nagy lövés, kapufa. Óriási szerencsénk volt most. De még nem múlt el a veszély. Sabanov. Reklamálták, ebből lett egyébként a támadás és a helyzet a végén. És gyakorlatilag közelebb volt ez, mint 18 méter, 16-os vonaláról szinte. Stopira. Akkor ez az kellett volna, hogy legyen. Hangya. De még így is jó lehet. Kipattan Dárdai lövése, még mindig ott van, gól! Dárdai! Vezet a MOL Fehérvár 1-0-ra. Dárdainak a MOL Fehérvár színeiben tétmeccsen. Itt kijön a kapusról, ez nagy hiba, és az is, hogy nem tudják elrúgni. De ez számunkra nem probléma. Dárdai ott volt, és lesipuskás játékot mutat majd a Fehérvár. Kodró küzd. És ez így jó lehet, na ez biztos, hogy 11-es. Kap majd a kapus, sárgát. Nem tudott mit csinálni, itt a rosszul a hátrapassz. Kodró tehát, Kodró gól, kicsit beleér a kapus, de a labda bemegy. Érezte az irányt, Avram megpróbálta javítani hibáját, ugye ő hozta össze a 11-est, de nem. Ambrose. Ambrose, bizony ez jobb lövés volt. Közelebb volt a kapuhoz, mint az előző próbálkozás a szabadrúgásból. Ez viszont így rövid most, Pintótól. Egy lövés, és Kovács. Volt azért kellő erő ebben a próbálkozás. Folytatja. Dárdai. Nem rossz az, és ott is van a gól! A három gólos különbség. Nagyszerűen érzi Stopira, hogy mikor kell érkezni, mikor kell ugrani. Lepattan a földre, a gyepre a labda, és aztán onnan a hálóba. Bumba, az sem rossz, van ember, kettő is. Platika tovább. Josipoly. Szép a Cselnégóval szemben, Fiolának kell figyelnie, aztán jön középre a labda. Ebben több is lehetett volna a vendégrészről, szerencsére nem lett. Pintó, ez tökéletesnek tűnik, Négó akár el is lőhette volna. Na jövünk a második félidővel. Pintó. Funsó, ez szép volt. Pillanatra nem tudta az ellenfél, hogy hol a labda. Funsó! Funsó! Mindhárom gól az első fél időben esett. Ez így jó. Négó. Most középre. Ajj, de kár! Itt van egyébként. Említettem, hogy a Makarenko. Középre a labda. És ez a Bumba. Bumba már a 16-oson belül. Bumba tovább, Funsó, szép játék, gól! Ott a negyedik, és Petrják első európai kupagólja. Bumba a legjobb ütemben adja Funsónak, Funsó középre, gyakorlatilag rárúgja Petrják lábára. Tényleg pokorni tovább. És egy nagy lövés. És egy lövés, majdnem ott volt. És Koinok érkezik. Ambrose. Ambrose. Nem az elképzelés és a kivitelezés sem. Nem érték azonban el. De nagyon érik a selejtező negyedik fordulójából
Közben Petőriák esik el, az 11-es. Beszélik meg egymással, hogy ki rúgja az újabb 11-est, mert hogy Kodro. Zivzivadze tehát. Zivzivadze, és ez is hozzáér a kapus Kodroéhoz. De konferencia liga meccsén eredményes Budu Zivzivadze.